látjuk, itt van még mindig fönn az elfagyott és megmaradt virág a termés helyett. Nehéz év a 2018-as a gyümölcstermesztés tekintetében. Ezt Csizmadia György, a Venyim gyümölcsök kertészet tulajdonosa mondta. Bár országszerte szépen fejlődnek a gyümölcsök, a hirtelen meleg miatt kevesebb lesz mindenből. Ugyanakkor az eper és cseresznye termésre nincs panasz. A kajszi barack viszont igencsak megsínylette a kora tavaszi fagyokat. Ez a tavasz, ami tartott egy hétig vagy 10 napig, ez mindenkit megtréfált a idei február, március, április. Ugye volt egy nagyon kedvező januárunk, már azt hittük, hogy ki fognak virágozni a fák itt februárban, és minden nagyon korán lesz. Majd a februári hideggel, főleg itt a mi vidékünkön, a Dunántúlunkon becsapott egy -20-22 fok, ami nagyon komoly problémát okozott a kajszibarackban és az ősziarackban. Cseresznyében, egy menyben, almában, szamócában nincs ilyen jellegű probléma. Majd pedig jött egy extrém áprilisünk, nagyon kedvező meleggel, és nagyon-nagyon gyors virágzással, ami azt jelentette, hogy egy cseresznye, ami virágzik, egy fajta sor van nálunk a kertben, ez virágzik mondjuk 10 napig, befejezte 5 nap alatt. A legelső és a legutolsó is. Az alma most a héten elvirágzott 5 nap alatt, és olyan robbanásszerű a fejlődés, hogy egyik nap még kimegyünk, megnézzük, hogy virágok vannak, következő nap pedig már borsószem nagyságú gyümölcsök szinte, tényleg 1-2-3 napot leforgása alatt. Nagyon féltünk attól, hogy kevés méh van, hiszen minden egyszerre kivirágzott a repce is. Fajták között van is egyébként különbség a cseresznyénél. A medgy itt úgy tűnik, hogy az kedvező a kötődése, viszont mind az őszi barack, mind a sárga barack az, hát keresni fogunk egy-két szem gyümölcsöt, de nem az idejé lesz az, amikor a jó minőségű pálinkát és mennyiségű pálinkát fogjuk, vagy éppen a befőttet eltenni a őszi barackból, illetve a sárga barackból, a kajsziból. Nem fogunk könnyű év elő nézni ezáltal, és még a java hátra van, szokták volt mondani, ugye már voltak idén is jégesők, már jövő hétre, egész hétre, ezt mondja, ezek a nagyon nagy kilengések, ami a egyik hétről a másik hétre következik be, ilyenkor már óvatosan várjuk a következő hetet, napokat. Ha a magyarországi helyzetképet nézzük, akkor azt lehet elmondani, hogy a termőtáj kétharmadán felén komoly terméskiesés van, a másik felén egy közepes vagy akár jó termés van, tehát nem lesz barack hiány az országban, viszont vélhetően, mivel egész Európában ez a helyzet, így egy olcsó import sem fogja a dömping helyzetet elidézni, sem az őszi barack, sem a nektarén, sem pedig a sárga barack a kajszi esetében. A cseresznye esetében egy jó közepes termésre számítunk, vannak porzódási, kötődési problémák pont ebből a gyors virágzásból fakadóan, ettől függetlenül a cseresznye az jobb év elé néz ki, mint a tavalyi év. Tavaly is pont ugye húsvétkor volt egy hét havazás a virágzásban, ahhoz képest a cseresznye sokkal jobban néz most ki. Amegy úgy szintén, várjuk a továbbiakat.